kihelyezett konzuli napok fontossága az gyakorlatilag számadatokban nem mérhető. Igazából ilyenkor tudunk közelebb kerülni a kint lévő, Kanadában lévő magyar állampolgárainkhoz. Természetesen nekik is könnyebb, ugye az ügyintézés ezáltal, mert nem kell mondjuk 2-3 órát vagy másfél órát beutazni a külképviseletre, ugye nem kell neki foglalkozni az időpontfoglalással és egyéb ilyen dolgok. Tehát én azt emelném ki leginkább, hogy az, hogy közelebb tudunk kerülni itt az állampolgárok, egy kicsit felszabadultabban, gördülékenyebben tudunk információt adni nekik, illetve ugye eligazgatni őket ebben a elég bonyolult közigazgatási rendszerben. A legfontosabb, vagy leginkább a kérdések zöme az a magyar állampolgárság megszerzésére, ugye megállapítására vonatkozik. Azért azt elmondom, hogy jellemzően inkább ugye magyar állampolgárság megállapítása történik ebben a kerületben, konzai kerületünkben, nem annyira az egyszerűsített honosítás. A jelenlegi a velendi kihelyezett konzuli napon tapasztalhatom azt, hogy rendkívül felkészülten jöttek az ügyfelek, ezt köszönjük is szépen az itteni Magyar Háznak, ezt az előzetes szervezést, ugyanis nagyon-nagyon nagy adminisztrációt igényel, csak egy-egy kérelem benyújtása is, és ugye az, hogy az helyesen van kitöltve, megfelelő papírokkal rendelkezik az ügyfél, az a későbbiekben meg is gyorsítja ugye az eljárást, úgyhogy ezért gondolom külön köszönetet érdemel a itteni Vellandi Magyar Ház ezért a szervezésért, és hát tapasztalat az volt továbbra is, hogy ugye útlevél kérelmek, tehát magyar útlevélkérelmeket szeretnének az ügyfelek, illetve ugye állampolgársági kérelmeket nyújtanak. Mióta kislány voltam, szüleimmel magyar önképzőkörön Vellandon jártam, táncoltam szintén a vellandi magyar református egyháznál voltunk. A magyarság mindig ott volt, ahogy felnőttem, szeretnénk tovább folytatni azt, így volt alkalom Magyarországon lenni, legalább 20-szor, vagy többet az utolsó pár évben rokonsággal szeretnék kapcsolatot megtartani, és továbbá is a magyarságot megtartani. Közösség az mindig is fontos volt a világ bármelyik táján. Ez a Vellandi Magyar Ház a legidősebb, 95 éves. Itt olyan közösség van, olyan emberek, olyan tagságok vannak, olyan emberi tagságok vannak, akik tiszta szívvel csinálnak mindent. Mindenáron tartani akarják a közösségnek a összhangját. Szeretnének mindig újabb és újabb embereket fölvenni tagként, új ötleteket, és ez csak előre viheti a közösséget. Egy évvel ezelőtt költöztünk ide a Vellandra, és nagyon boldog voltam, amikor megtaláltam ezt a magyar közösséget, és mivel régen én szavaltam, még Magyarországon a elnök, a Tibor felkért arra, hogy szavaljak le egy verset. Nagyon boldogan vállalkoztam rá, mert tényleg nagyon szeretem a verseket. És én úgy érzem, hogy most már minden egyes rendezvényen, hogyha lehetőséget kapok, hogy verset szavaljak, akkor el fogom szólalni. Nagyon szívesen csinálom. Tényleg itt mindenki segít, aki csak tud a másiknak. Úgyhogy
Én számomra ez egy olyan dolog, hogy én ezt még soha nem éreztem Kanadában. Az, ami itt történik ebben a magyar házban, én szerintem ez az én véleményem a legjobb társaság az itt van.